A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit február 20-án, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszámolót láthatnak az új színházi programsorozat első előadásáról, a klasszikus zene barátai Mozart szöktetés a Szerályból című daljátékának koncertszerű előadását tekinthették meg, majd következik két könyvemutató és egy visszatekintés Sándor Falvi Sándor festőművész életművére. Tartsanak velünk! Megkezdődött az Ars Regia programsorozata, a Vörösmarty Színházban Mozart szöktetés a Szerályból című daljátékának dallamai koncertszerű előadásban csendültek fel. Az Ars Musica bérlet keretében Mozart szöktetés a Szerályból című örökbecsű daljátékának dallamai csendültek fel. A nyitó előadás előtt Szabó Balázs zenetörténész és Dobszai Péter karmester a színház kávézójában idézte meg a mű megszületésének történetét, majd Ruff Tamás igazgató köszöntője után következett a koncertszerű előadás, amelynek főszereplői Horák Renáta, Zemlényi Eszter, Balcó Péter, Decsi András, Gábor Géza és Gáspár Sándor voltak. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekart és a Vox Mirabilis Kamarakórust Dobszai Péter vezényelte. Nagyon nagy élvezettel dolgoztunk a művön. Ez a fajta koncertszerű előadásmód, amely azért mégiscsak rejteget magában a mi megfogalmazásunkban egy vizuális világot és némi illusztratív mozgás elemet is. Ez egy olyan műfaj, amiben nagyon aktívan tudnak a szereplők egymásra figyelni. Értem ezt nem csak pusztán az énekes szereplőkre, hanem a zenekar és az énekeseknek a kapcsolatára. Hála Istennek, hogyha így a színpadon foglalnak helyet a hangszeres muzsikusok is, akkor minden olyan fajta zenei ív, levegő vezetések, vonó vezetések, fúvós hangindítások, olyan apróságokat tudunk összehangolni, még viszonylag rövidebb idő alatt is, amely a zenekari árok és a színpad viszonylatában nehezebb és időigényesebb feladat szokott lenni. Úgyhogy nagyon élveztük a közös próbákat. Az izgalmas fordulatokban gazdag történet a szerelem és a hűség erejét példázza. Belmonte és szolgája Pedrió próbálják meg kiszabadítani szerelmeseiket, Konstancét és Blondét Szelim Basa szerájából, amelyet a kérlelhetetlen Ozmin őriz. A kalandok során persze nem várt meglepetések sora vár hőseinkre, mindehhez pedig Mozart csodálatos a mesés keleti, zenei világot felidéző muzsikája társul. Az én karrieremet eddig végig kísérte, én Pedrióként debütáltam jó 15 évvel ezelőtt még Debrecenben, és azóta többször, több helyen, több rendezésben énekelhettem. Mindig nagyon szívesen énekelem, és mindig nagyon szívesen játszom. A darab egy valóban egy nagyon kedves, de technikailag egy nehéz. Tehát Mozartot mindig azért egy nagy feladat és egy nagy kihívás az énekeseknek énekelni. Ebben a koncertszerű verzióban, amit most itt Székesfehérváron fogunk játszani, talán az a nehézség, hogy hát ugye nincsen teljes díszletünk, nincsen teljes jelmezünk, sőt, kottatartó mögül énekeljük ugye az operát, és mégis így kell megteremtenünk egy szituációt. Konstanciába esett fogságba, és adták el Szelim Pasának, az erényes fiatal nőt nem szédítik meg a dúsgazdag keleti úr kincsei.
hű maradt kedveséhez, Belmontéhoz, és ezt kér lehetetlenül a pasa tudomására hozza. Már augusztus óta készülök erre a szerepre. Tényleg hazudnék, azt mondanám, hogy nem minden nap állandóan gyakorlom. Nagyon sok fölkészültséget igényel, nagyon sok koloratúr rész van benne, nagyon nagy az énekesi tartomány, amit be kell járni. Egészen kis hától, nem tudom, hogy ez a nézőknek mennyit mond majd, a zenekedvelőknek biztos, háromvonalas D-ig, tehát nagyon nagy hangtartományban mindenhol meg kell felelni. És hát három áriáról van szó, egy duettről, egy kvartettről, tehát egészen kemény fittséget igényel. A leleményes szolga Pedrillo egy percre sem áll meg. Szüntelenül mesterkedik, és nem riad meg, ha a tettek mezeire kell lépnie. Egyik kedvenc szerepem. Nagyon egyszerű, kis kedves, kis karakterszerep. Technikailag izgalmas, mert van egy áriája, ami nagyon magas hangi adottságot igényel. A többi megszólalása az viszont általában inkább ilyen mélyebb lágéjú. De egy kedves kis intrikus, kedves, aranyos, ilyen mindenki szereti. Hát kivéve az, mint persze. Blonde egy derűs karakter, ez leginkább annak köszönhető, hogy ő nem veszítette el párját, hiszen Pedrillo is velük raboskodik. Mikor a cserfes leány megtudja, hogy Belmonte azon igyekszik, hogy kiszabadítsa őket, optimizmusának semmi sem szab határt. Ezzel a szereppel debütáltam az Operaházban egy pár évvel ezelőtt, és most újra elővettem, és nagyon boldog vagyok tőle. Az egyik kedvenc szerepemről van szó. Blonde igazán remek karakter, rengeteg tűz van benne, rengeteg élet. Nagyon szeretem énekelni. Szelim pasa felügyelője erőszakkal akarja megszerezni magának Blondét, és mindent megtesz, hogy akadályozza a szerelmeseket, egyenesen a halálukat kívánja. Ez nagyon érdekes, mert ugye én a Szelim pasa háremőrjét adom, Ozmin vagy Oszmin, attól függ, hogy hát ez az oszmánból ered a név, és ugye hát mint tudjuk, a háremőrök eunukok voltak, ami ugye avval jár, hogy valószínűleg elég magas a hangja, de ez egy basszus szerep, sőt azt kell mondjam, hogy az egyik legnehezebb basszus szerep a Mozartok közül mindenképpen. Egy Till Géza az operák könyvében úgy írja, hogy igen széles skálájú basszust igényel. Könnyei álhatatossága egyre jobban megigéz. Ki tudna erőszakos lenni ilyen szívvel szemben? Nem! Konstanzo, nem! Szelimnek is van szíve. Szelim is tudja, mi a szerelem. Szelim pasa teljhatalmú fogvatartó mégis azt várja, hogy Konstanz szabadon és önálló elhatározásából szeresse őt. Kérdés, vajon képes-e megbirkózni ennyi hűség és álhatatosság láttán a lány ellenszegülő akaratával. Picivel másabb a próba folyamat, mint a prózistáknál. Sokkal rövidebb, de tömörebb és lényegibb, mint ahogy a zene is nagyon tömören a szócséplés helyett sokszor árnyaltabban tud átadni dolgokat. A Vörösmarty Színház nagy színpada és a teltházas nézőtér kiváló keretet biztosít a játékhoz. A szöktetés a Szerályból a Székesfehérvári Művészeti Együttesek koprodukciójában megvalósuló előadása emlékezetes és feledhetetlen élményt nyújtott minden opera és zenebarát számára. Ú
Új kötettel jelentkezett Janku Laura, a kiváló csángó magyar író. Az Olvasmány az éjszaka cselekedeteiből című regényt a Szent István Művelődési Házban ismerhették meg az olvasók. A Szent István Művelődési Házban Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész moderálásával nagy érdeklődés mellett mutatták be Janku Laura, a moldvai csángó magyar kultúra zászlóvivője, a József Attila díjas író, költő, néprajzkutató új kötetét. Az Olvasmány az éjszaka cselekedeteiből című regény néprajzi történelmi, pszichológiai adalékokkal szolgál, küldetésként tekint vissza a valaha voltra. Egyre gazdagabb és egyre sokoldalúbb ez az életmű, azt hiszem, most ez egy prózakötet, Olvasmánya az éjszaka történéseiből, cselekedeteiből címmel, és ugyan már korábban is volt Laurának prózakötete, de kétségtelen tény, hogy inkább a költő Janku Laura áll az érdeklődés középpontjában, de hozzáteszem, hogy a néprajztudós is, hiszen a kenyérkereső foglalkozása maga a néprajz, és ebben is én azt hiszem, hogy azt a utat járja, amiben egyébként a Széprodalmi alkotásaiban is, hiszen tudjuk, hogy a moldvai magyarság követe ő, immáron sok ideje itt Velencén él, tehát a szűkebb körénkhez is hozzátartozik. És az a fajta líra, azt hiszem, ami ismertetette a nevét, az ugyanolyan értékeket mutat föl, mint a prózája is, és ezek a műfaji átcsapások nagyon érdekesek ebben a kötetben is. Három fő részből áll tulajdonképpen ez a könyv, egy kislány naplója, egy felnőtt nő naplója, és hát a harmadik rész az igazából hiányos, mert valakihez szól az a fajta szöveg, amit a felnőtt nő mond, és nagyon sok teológiai, kulturális, néprajzi problémát érint. Betekintést nyerünk egyébként a könyv segítségével a moldvai magyarság életébe is, főként a 80-as évekbeli korszakról van itt szó, ami ugye nagyon kemény diktatúra ideje volt, de mindez belülről, és a mélységes hit erejével kapjuk meg tőle. A hit termi a csodát, mondja egy helyen például ezt a ha úgy tetszik, arszpoétika szerint mondatot. Janku Laura a műben az identitást, az önéletírást a szociográfiával és a filozófiával, illetve a teológiával ötvözi. Egy gyermekkori napló segítségével repít el bennünket a múltba, hogy rekonstruálja azt finom vonásaiban az egykori csángóvidék, valamint önmaga arcát, szembesítve mindezt a jelen történéseivel. Egyáltalán nem egy műfajtiszta kötet. Ötvözi az eszét, a regényt, a lírát, a szociográfiát, talán az imát is, én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon benne van. És ez a sokféleség egyszerűen adta magát, vagy hogy ez a sokféleség illet rá arra a sokfajta forrásból eredő kérdés sorra, emlékre, amiket az ember akár honnan közelít, másnak lát, és amit elmond a regény nyelvén, az a szociográfia oldaláról másképp viselkedik, és akkor ezt a sokféleséget próbáltam meg szólaltatni. Valójában egy a 80-as évek moldvájában játszódó történet, vagy hát egy 6-7 éves kislánynak a naplója, amit egy 40 éves szerző értelmezésében ad közre ez a könyv. Ez egyfajta üzenet is? Nagyon sok üzenetet elrejtettem a könyvbe. Az az igazság, hogy minden sorából üzenek valamit, azt hiszem. Nem tudom pontosan megmondani, hogy mit, mert nem a célnak rendeltem alá, hanem egy utazást tettem meg, és egy utazásba vonom be az olvasót, amikor ezt megírtam, akkor így gondolkodtam. De mégiscsak van egy célja az embernek, hogy egy valamit, ha ki kell emelni, akkor azt az üzenetét emelném ki, hogy azt próbáltam illusztrálni, hogy a 80-as években többszörös vagy több típusú diktatúrába éltünk. És hát az üzenet egy kicsit arra vonatkozik, hogy
azt illusztrálja ez a könyv, hogy az élet sokkal erősebb ott, ahol visszaszorítják, megsebzik. Ez a könyv erről szól, erről ezt illusztrálja, ezt a filozófiai gondolatot, hogy tulajdonképpen minél erősebb a sebzettség, annál erőteljesebben akar lenni a létezés és az élet. A műben megfogalmazott gondolatsor megerősíti, hogy ismét egy kivételes kötet született. Azt mondom, beszélje az árnyék és a fénynyelvét, a madarakét, értekezzen a széllel, és tudja, miféle csönnő a kihalt csönd helyére. Nem azt mondom róla, amiért mindenki csodálja. Nem hányódik, mint lapi a vízen, az biztos. Pedig még Isten is megpróbálta, de nem törte ketté. A Vörös Marti Társaság könyvbemutatóján ismerhették meg Simek Valéria új könyvét az olvasók. Az író a Hittem, szerettem kötete után annak folytatásaként Elhanvat napok címmel fogalmazta meg gondolatait. A Vörös Marti Társaság Kossuth utcai dísztermében Váci Márk moderálásával nagy érdeklődés mellett mutatták be Simek Valéria Elhanvat napok és Hittem, szerettem című köteteit. A Bakoncsernyén élő Simek Valéria költői írói pályája több mint 4 évtizede kezdődött. Azóta az ország számos nívós irodalmi folyóiratában, a Napútban, a Kortársban, a Vigíliában, illetve a Vörös Marti Társaság által kiadott Vár című irodalmi és közéleti folyóiratban jelennek meg művei. Igazából 2 könyvet fogunk majd bemutatni, hiszen a 2 az tulajdonképpen összetartozik. Ugye Vali első prózakötete 2020-ban jelent meg, a Hittem, szerettem című regénye, aminek a narrátora, egy személyes elbeszélője az ő édesanyja. Ő mondja el a saját családjának a történetét, a felmenőiről, a lánykoráról, a házasságáról, a gyermekei megszületéséről. Tehát ez egyfajta önvallomás, de nem az édesanya írta meg ezt a történetet, hanem a lány, tehát a következő generáció, amiben nagyon fontos szerepet játszik egyébként a szülőfalu és a lakóhely Bakoncsernye, nem csak Vali édesanyjának az életében, de az ő életében is, hiszen azt a 70 évet, amit a Jóisten eddig adott neki, azt teljes mértékben ebben a községben élte le a Bakony alján. És ennek a folytatása a 2023-ban, tavalyi évben megjelent Elhanvat napok című novelláskötet, amiben szintén némelyik novellának, elbeszélésnek az elbeszélője maga az édesanya, aki egyes szám első személyben beszél, illetve találkozhatunk különböző életképekkel, különösen csernyei életképekkel, illetve olyan személyeknek az élet történetével, akik ugyan más névvel, de korábban szerepeltek már a regényben is, tehát ugyanúgy visszaköszönnek, ezért is mondtam, hogy egyszerre mutatjuk be a 2 kötetet, bár 3 év eltelt azért a 2-nek a megjelenése között, de ezek párban járnak, mindenképpen összetartoznak. Simek Valéria első regénye az édesanyja emlékét őrző Hittem, szerettem egy élettörténete. Az író édesanyja bőrébe bújva meséli el életét. A kötet azonban szociográfia is, amely egy kor, egy település történetét és annak szokásait tárja elénk. Míg az Elhanvat napok lírai elemekkel ötvözött novellisztikus stílus elemeiben elsősorban a hűséget, a szülőföldet és a szeretetet vonultatja fel. Ez a kötet, ez novellás kötet, az első, az pedig regény. Édesanyám életét írtam meg az 1920-as évektől kezdve egészen napjainkig, és ezek az írások, amik a novellás kötetbe kerültek, ezek már régebben íródtak. Lehet, hogy vannak benne olyanok, amik még régebben, mint a regény. És most jutottam el odáig, hogy összegyűjtöttem, és így csokorba szeretném átadni az olvasóknak, hogy ők is megismerjék ezeket a hosszabb, rövidebb írásokat. De ezek közül már nagyon sok megjelent irodalmi folyóiratokban. Maklár Éva készítette a borítót és a képeket is a könyvhöz, és ő volt az olvasó szerkesztője is a kötetnek, tehát aki lektorálta a kötetet. Nagyon jó érzés így együtt látni a kettőt, mert tulajdonképpen mondhatom azt is, hogy folytatása a regénynek ez a novellás kötet, mert van benne olyan hosszabb írás, ami egy kisebb regénynek is megfelel. Úgy gondoltam, hogy ezt így hagyom, nem írom meg azt
nagyobb regénynek. Serfőző Simonnal konzultáltam ebben az ügyben, és ő azt mondta, ha ez az övé lenne, ez a Ketten az úton című írásom, akkor ő mindenképpen nagy regényt írna belőle. És van benne még egy, aminek a novellás kötetben, aminek az a címe, hogy az apu, az apa, abból regényt írtak még a 70-es években. Egy pályázatot nyertem vele, és akkor a Nőklapja szerkesztősége kiadta egy neves írónak. De azt nem tudom, hogy ki az az író, aki regényt írt belőle. Ahogy az első kötet előszavát, a másodikét is Bakonyi István irodalomtörténész jegyzi, és az olvasó is megerősítheti, lehet pátosztól mentesen beszélni a fogyó időről, a mulandóságról, a megőrzendő szépségről, lehet lírai elemekkel megfogalmazni a szegénységet, a lelki gazdagság szókincse végtelen. Sándorfalvi Sándorra, kiváló festőművészre emlékeztek a Pelikán galériában. Az emlékkiállításon az alkotó műveinek széles tárházát tekinthették meg az érdeklődők. Sándorfalvi Sándor a korszakos festőművész 2010 óta nincs köztünk. A Pelikán galériában születésének 110. évfordulóján emlékkiállítással tisztelegtek a fehérvári alkotó, a Székesfehérvári Művészek Társaságának egyik alapítója emléke előtt. Sándorfalvi Sándor 1914-ben született Pencen és 1953-tól élt Székesfehérváron. Nyugdíjazásáig a városi közigazgatás tisztségviselője volt, eközben évtizedeken át kitartó önképzéssel, szabadiskolák tagjaként sajátította el a festészet tanulható részét. Így vált idővel a tanítványból mestereivel Áron Nagy Lajossal, Pallai Józseffel, Ballagó Imrével, M. Tóth Istvánnal együtt kiállító művésszé. 10 éves volt Sándorfalvi Sándorral egy ilyen emlékkiállítás, azt is én szerveztem meg, tehát mint a mostani. Na most a műteremben a Sanyi bácsi alkotott a Vörösmarty tér 8 a Fehérvári Művészek Társaságának a közös műtermébe maradt egy mappa. Egy anyag körülbelül 70-80 akkor elő. Tehát és ezek nem voltak kiállítva Sanyi bácsi halála óta, szerintem előtte sem nagyon. És ez... hogy megtaláltuk ezt a mappát, ahogy rendeztük a műtermet, indította el azt a gondolatot, hogy kellene egy olyan kiállítást csinálni, ahol szerepelnek ezek az akvarellek. Itt 25 darab akvarell van ebből a mappából, majd Gárdonyban egy hét múlva, a Gárdony műfázban 40 darab akvarell lesz kiállítva, ott csak az lesz kiállítva. Na most ide még rendeztünk festményeket is, rendes olajképeket, gyűjtőktől, akkor a Városházából, akkor a Fehérvári Műszak Társaságától, a Vörösmarty Társaságtól, mindenhonnan egy kevés képet szereztünk, hogy lássák azt az anyagot is, ahogy olajképekkel, sőt az ő sajátos festészeti technikájával dolgozva, miként festett úgy is, mert nem csak az akvarelljei különleges festészeti technikával vannak megoldva, mert ők saját, az a korosztály, ezért mondom, hogy ők saját maguk keverték szinte a festékeiket, és ő egy olyan sajátságos technikát használt, hogy lerakta tiszta színeket, és az összekötő részeket, ahol találkoznak a színek, nem árnyalta festék rétegekkel, tehát nem árnyalatot csinált, hanem egy rajzi elemmel szinte satírozva hozta össze a két színt egymással, és ez miatt sokkal dinamikusabb, üdébb és jobban mutató, időtállóbb akvarellek születtek, mint azok, akik bemossák a papírokba a festékeket, és ezért ott előrekszik a festék. Nagyon fontos kérdés, a stílus, amelyet ő követett. Nyilvánvaló, hogy a tájképei és az összes többi is egy példaértékű. Na most a olajképeit
és egy sajátságos technikával használta, tehát ő tulajdonképpen kidolgozta azt, hogy hyan lehet átjárni az olaj és a víz között, és ez a spiritus volt az, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre olaj és vízes technikát tudjon használni. És utána olyan lakukat használt, ami a legfelső rétegekben még fel tudott finom lazú rétegeket rakni, ami miatt nagyon-nagyon olyan érzete támad az embernek, mint valami óriási távlatokat tudna létrehozni. Na most az akvarell technikánál ott is ugye az a korosztály, az ő korosztályának az, aki tartott szakkört, az Ballagó Imre bácsi volt, és a Ballagó Imre bácsinak volt egy sajátságos akvarell technikája, amikor egy kötőanyagba a pasztel típusú anyagot belemártotta, és akkor polfestékekkel és akvarell technikával ezt összekeverve olyan eredeti színeket hozott létre, amit szinte boltokban már nem is lehet kapni. Tehát ők ezt kidolgozták, hogy miért ilyen szín, ez a színviszony. A tárlat látogatói megtapasztalhatták, hogy az alkotó tudatosan választotta a stílusát, miszerint bizonyos színharmóniák megtartása mellett még kifejezőbb is lehet egy alkotás, mint a tényleges képi forma hűség esetén. A kiállított alkotások megerősítették a művész egy valaha volt gondolatának jelenkori igazságát. Érdekelnek a szeretettel foglalkozó témák, a természet, a vizes tájak, az erdők, a Balaton, a Duna. Szeretem a békességet, a nyugalmat, a csöndet. Remélem, mindezt boldogságot árasztó színeimmel is visszaadom. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.